Boldogságot kívánok a kedves nézőknek. Ezen a filmen egy nagyon érdekes vegetáriánus receptet láthatnak. Ez pedig nem más, mint a tejszínes lecsós szelet. Ugye ilyenkor mindenkinek egyből valami sertés hús jut eszébe, de ebben az esetben természetesen, mivel vegetáriánus ételről van szó, ilyenről szó sem lehet. Hogy mi is van ez a tejszínes lecsós szelet, azt rögtön elárulom. Az elkészítése az nagyon egyszerű, és bárki által gyorsan elkészíthető. Tulajdonképpen kell csinálni egy lecsót paprikából, hagymából, paradicsomból, itt jelen esetben még zellerzöldje és patlizsán van ebben a lecsóban, és amikor ez elkészült, akkor a bioboltokban lehet kapni a tönköly búzahúsból készült szeitán elnevezésű készítményt, amivel bármilyen olyan dolgot, ételt el lehet készíteni, mint a hússal. Tulajdonképpen ez egy búzahús, teljes értékű fehérjéket, vitaminokat és ásványanyagokat tartalmaz, nagyon finom, nagyon ízletes. És hogyha már elkészített állapotba vesszük, akkor tulajdonképpen, amikor berakjuk a lecsóba, utána kb. 5-10 percen belül teljesen puhára fő benne, és így ezáltal nagyon hamar, nagyon könnyen elkészíthető. Általában rizssel lehet tálalni, de természetesen ugyanúgy, mint a lecsóhoz, bármilyen más hasonló dolgokat lehet körítésként alkalmazni. Nagyon egyszerű, nagyon gyorsan elkészíthető étel, az ízesítése még ebben az esetben Vegamix, ez egy zöld fűszerkeverék, sómentes, és ezzel lehet ízesíteni még. Nagyon könnyen elkészíthető, ezért javaslom, próbálják ki, egészséges, finom, és természetesen, mivel tejszínes dologról van szó, ezért a végén főző tejszínnel feldúsítom, összefőzöm. Jó étvágyat, áldásos érkezést kívánok!